Többek között Győrből, Makóról, Putnokról, Békésből és Hódmezővásárhelyről is érkeztek versenyzők Szekszárra. Ugyanis ezúttal a déli ASC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, szakképzőiskola és kollégium adott otthont az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének. Nagyon ügyesek voltak, nagyon kitartóan küzdöttek, nagyon jó volt nézni a szakmai elhivatottságukat. Nagyon fontosak az ilyen versenyek, a tanulók motivációját nagy mértékben növeli, az eredmények, a barátságok, a kitekintés szempontjából is nagyon fontos. Lehetőségük van a tanulóknak, hogyha nagyon jól szerepelnek, hogy majd a szakmai vizsga alól mentesüljenek. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagy motiváló tényezője a versenynek, de ezen kívül igazából az, hogy akarják, csinálják, szeretik, és a szakma iránti elkötelezettségük mindenféleképpen benne van. Igazából minden tanulónak van erősebb és gyengébb oldala, itt ez is kiderül, és ugye a jövőben akkor látja, hogy mi az, amit fejlesztenie kell. Hát talán egy picit figyelmesebbnek kellene lenniük, jobban odafigyelni, de lehet, hogy ez a versenynek az izgalmára is írható. Picikét talán a számításos feladatok azok, amik megnehezítik a dolgukat, és ott nehezebben ugorják meg az akadályokat. A kétnapos megmérettetésen a tanulóknak szóban és gyakorlatban egyaránt bizonyítaniuk kellett. Voltak könnyebb, meg nehezebb részei, hát a verseny vége után elég kettős érzéseim voltak, nem tudtam, mire számítsak, de többször is megdicsértek a gyakorlati feladatok alkalmával, szóval reménykedtem a jobb helyezésben. Apukám egyetemen tanít, ugyanebben mezőgazdaságban, Hódmezővásárhelyen, és nagyon vonz a mezőgazdaság, állattenyésztés, meg állatokkal szeretnék foglalkozni majd a jövőben is. Nekem is voltak mélypontok azért, főleg a gyakorlat után. Én voltam az utolsó, és nagyon sokára végeztem, nagyon túlizgultam az egészet, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy semmi esély arra, hogy jobb helyezést érjek el, vagy jó eredményt tudjak hozni. Ahhoz képest szerintem nagyon meglepődtem, hogy dobogós lettem. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam végig, ebbe a 3-4 napba, nagyon jó volt a társaság. Hát azért volt egy kis versenydruk, de például ami nekem nagyon pozitív élmény volt, hogy így a másik iskolákkal, tehát az ellenfelekkel nagyon próbáltuk egymást biztatni, drukkoltunk a másiknak, szurkoltunk, és szerintem egy jó társaság is jött össze itt. A versenyen összesen 12 iskolából 22 agrártanuló indult állattenyésztő és állategészségügyi és 15 mezőgazdasági technikus szakmában. Hosszú folyamat végére értünk ma. Az elépészületek már ősszel elkezdődtek, amikor a NAK megkeresett minket, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzés és a Szaktanácsadási Igazgatósága, hogy ránk gondoltak, hogy szervezzük meg ezt az országos tanulmányi versenyt. Hát egy gondolatnyi időm volt arra, hogy azt mondjam, hogy igen, és megköszöntük a megtisztelő felkérést. Székelyné Bognár Júliával voltunk kapcsolatban, ő volt a versenyfelelős. Megkaptuk az előírásokat, hogy mi alapján kell megszerveznünk a versenyt, és igazából a munkálatok azok januárban indultak meg. Igen, nagyon nehéz napok voltak ezek, azért is voltak nehezek, mert mindenféle szabályt és előírást be kellett tartanunk, és ez az egész iskolának az életére kihatott ebben a néhány napban. Tanítás nélküli munkanapok voltak az iskolában, hiszen minden kollégára és a diákokra is szükség volt. Több helyszínen folyt a verseny. A nehézséget az okozta, hogy két szakmának szerveztük meg egyszerre a versenyét, és ezek párhuzamosan zajlottak. Az első nap a mezőgazdasági technikusoknak a szóbelie és egy-két gyakorlati feladat, illetve az állattenyésztő és állategészségügyi technikusoknak a gyakorlati feladatait hajtották végre a versenyzők. A második nap pedig fordítva folyt a nap. Hosszú volt, viszont a versenyzők helytálltak, nagyon tisztességgel helytálltak,
azért minden elismerésem az övéké, mind mentálisan, mind fizikailag azért végigcsinálni a két napot, hogy minden pillanatban toppon kellett nekik lenni, és be kellett mutatni a tudásuk legjavát idegen embereknek. Azt, hogy az első három helyezett tanuló a dobogó hányadik fokára állhat majd fel, április 26-án hirdetik ki Budapesten a Szakma Sztár Fesztiválon.